Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, és jön egy újabb podcast, rádió műsor, vagy mi hívjátok, ahogy szeretnétek. A lényeg az, hogy vegyétek elő kedvenc tevékenységeteket, közben hallgassátok az én gyönyörű hangom, miközben mély álomba szenderültök, és érzitek magatok körül, ahogy a csakrátok átjárja az erő. Na jó van, hagyjuk abba. Nem a Budapest TV vagyunk. Szóval jön egy ilyen kis update infócsomag, hogy mi van velem, mi várható, mi hogy alakul majd a csatornán, és ja, nagyjából erről, aztán lehet, hogy így elcsapongok a témák között, nem tudom, hogy most így ilyen zűrzavar van a fejembe, mert mindig, mikor eszembe jutnak az ötletek, így pont nem egy olyan pillanatban vagyok, hogy le is tudnám írni őket, hogy na, erről kéne már beszélni, és így jöttem hazafelé, és persze, hogy a metron voltam, és jutottak eszembe a dolgok, és persze, hogy nem tudtam leírni, úgyhogy ja, persze mondhatjátok, igen, ott volt a mobilod, leírhattad volna, de nem volt ott a mobilom, jó? És mindig elfelejtem, mire hazajövök, úgyhogy lehet, hogy ütközve eszembe jutott, aztán na, mindegy, hosszú. Térjünk le, a lényegre, szóval hamarosan elmegyek nyaralni, még egy pár nap, így aztán valószínűleg lehet, hogy egy jó hónapig sem fogtok látni videót, addig persze feltöltök még egy-kettőt, hogy ne unatkozzatok nagyon, viszont ugye mivel, hogy egy jó hónapig nem leszek sehol, ezért valószínűleg a Facebookos kérdéseitekre is egy kicsit később fogok válaszolni, azért úgy időnként persze felnézek, szóval lehet írogatni nyugodtan, vagy ilyesmi, hogyha úgy engedi az időm, vagy hogy úgy engedi a kedvem, akkor felnézek Facebookra, és akkor tudok nektek válaszolni. A másik dolog pedig, hát ez nekem ez a nyaralás most ez ilyen fejkitisztítós dolog, szóval most így hosszú fél év volt, vagy év volt, vagy nem tudom, és így most is így ki kell ürítsem a dolgokat, úgyhogy nem nagyon leszek gép közelbe, inkább pia közelbe. Na mindegy. Szóval, ja, felejtünk. De aztán, ha visszatérek, mindenképp, remélhetőleg, és azért vannak új tervek, és mind nagyon gondolkodtam ezen a Battlefield vs. Call of Duty idén, tehát valami új játék kéne, tehát most én is kezdem újni a régieket, ugye, tetszenek az újak is, de mégis melyik, sokat gondolkodtam rajta, aztán akár honnan nézem, az a Call of Duty mégiscsak győzedelmeskedik, és most nem azért, mert 10 évi Call of Duty-ztam, hanem azért így kívülállóként nézve, tehát objektíven nézve az egészet, a kód az megint többet tudott hozni, és állítom, hogyha lenne valami jobb játék, ami idén megjelenik, már mint hát nem jobb játék, tehát relatíve népszerű játék, és élvezetesen, maximális élvezetet nyújtó játék, ami megjelenne idén a kód és a Battlefield-en kívül, esküszöm, azt venném meg, és azt közvetíteném a csatornámon, ezért is szeretek Titanfall-t felrakni, mert úgy gondolom, hogy ez egy olyan játék, amit megéri mutogatni az embereknek. De azt kell, hogy mondjam, hogy amellett, hogy rengeteg játék fog kijönni, többnyire jövőre, mivel hogy ugye a kód és a Battlefield ezeket mind így, hogy is mondjam, elnyomnák ezeket a játékokat, hogyha egy hasonló időben jelennének meg. Ezért gyakorlatilag ide évben, ami megjelenik, Battlefield Hardline, az is ugye csúszva egy fél évet, majd hogy nem a kódhoz képest, és ugye idén gyakorlatilag a kód az, ami megjelenik, és vinni fogja a pálmát, és úgymond egy szórakoztató új játék lesz tehát. Tehát idei év új játéka, amire azt mondom, hogy érdemes befektetni pénzt ahhoz képest, hogy Call of Duty. Na, de a másik az, amit úgy gondolok, hogy miért is győz nálam egyre inkább a Call of Duty a Battlefield Hardline fölött, így nézegetve, tehát utálom egyébként ezt a média hype-ot, ami megy mind a két játék körül, tehát már lassan, annyira benne vagyok ebbe az egészbe, nem tudom, hogy miért csinálom, hogy őszintén sokatoknak igaza van, hogy meg se néz egy trélert, se egy bemutatót, se egy semmit, se egy videót, se az egészre, hogy majd ő maga fedezze fel ezt az egészet. De most úgy vagyok vele, hogy ennyi év játék után inkább belemegyek, megismerem, hogy mégis mi az Isten nyilát fogok vásárolni. Hogyha már vásárolok, akkor valami olyat vásároljak, ami jó le, arra gondoljatok, ilyen vagyok. És tisztelem azokat, és megértem azokat, akik úgy csinálják a dolgokat, hogy nem néznek meg semmit, hogy akkor minden meglepetés legyen. Én is ezt csináltam valamikor régen.
De most már nem csinálom. Na, és az a lényeg, és úgyhogy úgy döntöttem, hogy igen, jó van, legyen. Meg hogy elnéztem, az érdeklődőek vagytok, és szeretnétek látni az új kodot a csatornámon. És üzenem, hogy hát nem, tehát lesz új Call of Duty, tehát valószínűleg, tehát mert egyre inkább megfogalmazódik bennem, kitisztul, lesz ő Call of Duty, nem csak azért, mert hogy ez az év új játéka, és akkor ezzel lesz fun játszani, meg divat játszani, nem csak azért, hanem azért, mert fogalmazódnak a fejembe a műsorok, és azt hiszem, hogy kitaláltam egy újat, ami talán érdekel titeket, és azt kell, hogy mondjam, hogy remélhetőleg megint sikerül egy kis forradalmasítást vinni ebbe a Call of Duty dologba, mert azt hiszem kitaláltam egy olyat, ami megint egy más, tehát most nem biztos, hogy gamer pszichológia lesz, lehet, hogy inkább megint ilyen érdekesebb megközelítése lesz egy kicsit magának a kodnak, és úgy általában a játéknak. És azt hiszem, egy jó ötlet lesz, és amíg nyaralni vagyok, addig megpróbálom összerakni ezt a műsorfüzetet, és kitalálni a forgatókönyvet, hogy ez valahogy kijöjjön több részbe, és ne csak egy videóban, mert akár egy videóban is el lehet mondani, a hosszú videó lenne, de megpróbálom úgy felosztani a dolgokat, hogy mindenki számára érthető legyen, elérhető, és mert eddig ugye a gamer pszichológiával azért, tehát egy olyan szemszöget közeli, hát hogy is mondjam, milyen szemszöget, tehát mondhatnám azt, hogy akár egy oldalú szemszöget közelítettünk meg, ami relatíve nem igaz persze, de most meg fogom közelíteni az egészet egy még kiszámíthatóbb oldalról. Mert ugye a gamer pszichológiának voltak olyan részei, ahol megvolt az egésznek hogy mondjuk, az elméleti tana inkább, amit ha az ember alapvetően megtanul, akkor alkalmazni is tudja, és akkor sikert ér el. Természetesen ezt tudom, mert sokan írtátok, hogy mennyit segítettek ezek a részek, vagy éppen azok is ezek a videók, ami marha jó. És ugye túlestünk a gamer-szőlőgen, túlestünk azokon a bizonyos fizikai részeken, amiket tenned kell azért, hogy jobb játékos legyen, ugye azt is Goldban megcsináltuk egértől, célzáson át mindenről beszéltünk, és ez már elég, úgy gondolom, hogy egy elég komplex képet adott arról, hogy eleve, hogy én hogy látom a játékot, eleve más embereknek is, hogy honnan közelítsék meg a dolgokat, és most azt hiszem, hogy tudok hozni egy másikat is. És kiknek lesz ez hasznos? Nem is tudom, legyen ez meglepetés. Legyen ez azoknak az embereknek hasznos megközelítés, akik szeretik az irányítást, szeretik a kezükben tudni az irányítást. Hogy úgy mondjam, hogy vannak az irodalmárok, ugye, akik az elvont gondolatokat szeretik, és vannak a matematikusok, akik számokat akarnak látni. Tehát, és ugye tegyük fel, hogy a gamer pszichológia, hogy az irodalmi rész, és akkor ezután jöjjenek a számok. Nem mondom meg, hogy mi lesz a sorozat címe, tehát csigázom itt a kedélyeket, és csak össze kell rakjam a műsorfüzetet, kigondolni, hogy mint legyen, és akkor megvalósulhat, és ez jöhet az új Call of Duty alatt. A másik pedig, hogy ja, lesz egy bejelentés, tudom, kicsit lehet később mondom, de lesz egy bejelentés, belerakom a címbe is, csak hogy meghallgassátok, vagy hát nem tudom, hogy eljussatok idáig, de nem is baj, tehát aki eddig meghallgatta ezt a videót, az várja ki azt a bejelentést, és az úgy is van rendjén, azt hiszem, mert aki eddig meghallgatta a videót, az igazán azt hiszem, hogy követ engem, és szereti a munkásságomat, úgyhogy szívesen várom majd ezeket az embereket is ebbe bejelentés kapcsán majd. A másik pedig nem feledkeztem el az 1v1 technikákról sem, és valahol a szívemhez közel áll ez a téma, úgyhogy, ja, Call of Duty Advanced Warfare-rel fogom elindítani ezt az egész sorozatot. Van már egy videóm, egy nagyon tehetséges játékossal játszottam, így random ismerkedtünk össze, játszottunk egy 1v1-et, Code Ghost-ban, jó volt, nagyon jó volt, megengedte, hogy lementsem a videót, és a féle tanulságos
videóként megosztjam veletek, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha így bekerül egy Code Ghostos 1v1 is. De igen, Code Advanced Warfare közben lesznek 1v1 technikák. Az még kialakul pontosan, hogy hogy, de a műsort magát azt hiszem ebben a játékban fogom megvalósítani. Szóval Code Advanced Warfare, ha majd kijön egy jó 2,5 hónap múlva, várható ez a két fajta műsor, remélhetőleg, hogy sikerül kidolgozom egy olyan forgatókönyvet, amit kell, mert őszintén leszek veletek, mostában megint csak sokat olvasok, nem mindegy, nálam ez nem meglepő, és ugye, hogy az ember olvas, akkor gondolatai merülnek fel, meglátásai lesznek dolgokról, és sok minden, ahogy van, tehát az olvasás azért is hasznos, mert ráébresz dolgokra, ráébresz olyasmire, amit elfelejtettél, vagy ráébresz olyasmire, ami egyértelmű, és megtetted, te már, de nem döbbentél rá, hogy az volt az, és mondjuk azt, hogy tanuló fázisban vagyok most, tehát tanulok egy részt, megint, és azért sok minden jut eszembe, amit így tök jól át lehetne ültetni játékba, úgyhogy meglátjuk ezeket a dolgokat majd későbbiekben, szóval lesz ez a műsor, lesz 1v1 technikák rész is, és ha visszajövök a nyaralásból, akkor nagyon-nagyon durván frankó műsor fog jönni nektek. Visszatértünk, azért mondom, hogy tűnk, mert a TNA tagokkal visszatértünk egy kicsit Black Ops 2-zni, és fantasztikus live műsorok kerekedtek belőle. Tehát ennyi szintű ökörködést, röhögést és gamer vicceket, tehát ilyen gamer humort, azt hiszem, hogy ritkán hallotok egy ilyen live műsor során, tehát azért én pár live műsort nézek, és azért tényleg ez kiemelkedik ökörségben. Azt kell mondjam, remek fickókkal játszottam együtt, és nagyon értik a szakmát, az biztos, és ez benne az egész a jó, hogy tudjuk, hogy mit csináltunk, tehát tudtuk, hogy mit csinálunk, és az egész egy hatalmas ökörségbe fulladt, és mindazoknak mondom, akik mindig is kérték, hogy hadd lássanak engem SD-zni, na hát megtettem, jó? Tehát Black Ops-ban még nem SD-ztem, tehát amióta játék kint van, én Black Ops-ban nem SD-ztem, csak most, csak itt, és csak ezekben a műsorokban, csak ezekkel a srácokkal elmentünk SD-zni. Természetesen fele ökörködés volt, aztán volt fele ilyen progaming is természetesen, mert ugye, hogyha egy klán becsatlakozik valahova, akkor ugye mindig azért kicsit meg kell mutatni, na, oda kell piszkálni az emberkéknek, és el kell mondjam nektek, srácok, fantasztikus dolgok történtek meg, miközben játszottunk, és miközben, hogy úgy mondjam, egy kicsit úgy letettük a Black Ops 2 SD online közösségénél így a nevünket, mert ugye kevesen vannak a lobbyban, azért sokszor ugyanazokkal dobott össze a játék, és olyan dolog történt, ami hát szerintem tök jó, talán egy kicsit megtisztelő is, valószínűleg volt benne egy kis irónia is, minden együtt, de nagyon jó volt látni. Nem árulom el, hogy mi az, hihetetlen poén, tehát, és azt kell mondjam, nagyon durván jó játékokat fogtok látni, fun játékokat fogtok látni progaminget, fail gaminget, és direkt ökörködést, ami tehát jó volt. Tehát Black Ops 2, Necrocream, SD, ökörködés, progaming, mindent fogtok látni. És a srácoknak ezúttal is köszönöm, nagyon-nagyon jól nyomtuk, azt hiszem. Úgyhogy hamar, ja, igen, és ja, lehet, hogy még azelőtt, mielőtt elmegyek nyaralni, fogtok látni egy kis TNA összejövetelt a Plants vs. Zombies Garden Warfare területén is, és mit akartam még mondani, és ezúton, ja, hát jöjjön a bejelentés akkor, hogy úgy mondjam, tehát akkor ezúton is hivatalosan bejelentem, hogy nagyon hivatalos voltam, tehát ezúttal is hivatalosan bejelentem, hogy igen, a TNA, mint szervezet, klád, egyéniségek, emberek, és szórakozni vágyó társasági embereknek a csoportja, vagy klánja, hát nevezzétek, ahogy szeretnétek. A lényeg az, hogy Steamen is
elérhetőek vagyunk, tehát megalkottam ott is ezt a csoportot, ezt a klánt, The Necro Army TNA, rá lehet keresni Steamen, és lehet csatlakozni. Nyílt csoport vagyunk, és nyugodtan lehet csatlakozni mindazok a számára, akik hát egyrészt szeretnének játszani velünk, főleg ugye az állandóbb tagokkal, akiket fogtok látni majd videókban is, vagy akit láttatok eddig videókban, mert ugye, hogyha egyrészt becsatlakoztok egy csoportba, bárki utána csatlakoztatok, és erre, mint Battlefield 4-ben is mondtam, bátorítalak titeket, tegyétek meg, csatlakozzatok egymással, legyetek együtt, legyetek közösségben, hiszen sokan azért is csatlakozunk egy közösséghez, hogy együtt tudjunk játszani, úgyhogy be lehet jelölni Steamen, kirakom a linket ide leírásba, úgyhogy ja, lehet csatlakozni. A másik egyben egy ilyen szomorúbb hír is, jó srácok, szóval azért, hogy úgy mondjam, a vezetőbb karakterek a TNA-n belül, akik, hogy úgy mondjam, tettek is le az asztalra azért, hogy ez a klán felvirágozzon, klán, vagy közösség felvirágozzon, segítettek nekem videókban, játékban, együtt voltunk és kacaráztunk, stb. Tehát tudják, kikről beszélünk. Egyrészt kérésre és másrészt is pedig valahol igazuk van. A Battlefield 4-es TNA azért már megtelt egy ideje, sokan-sokan jelentkeztetek, aminek nagyon örülök, még újra, tehát attól függetlenül, hogy már fullon vagyunk, még 30-an várakoznak legalább arra, hogy csatlakozhassanak a TNA-ra, ezért hát egy ilyen közös megegyezésnek nevezzük azt, úgy döntöttünk, hogy aki nem igazán aktív, mind Battlefield 4, mind TNA-nak az élete terén, azt igazából attól el fogunk búcsúzni, szóval mivel hogy a Battlefield lennének olyan emberek, akik valószínűleg aktívabbak lennének így a közösség életében, őket szívesen befogadnák, mint azokat, akik például csak 10 percet játszottak BF4-jel, vagy még mondjuk sose köszöntek föl egy TeamSpeak szerverre, hogy sziasztok, én is TNA tag vagyok, úgyhogy ne haragudjon az, aki egyik nap felébred azzal, hogy már nem lesz a TNA tagja, valószínűleg megvan az oka, és annak az oka ő maga azt, hogy nem tette színesebbé ezt a közösséget. Úgyhogy ez egy ilyen lépés, nehéz meghozni, de szeretném Battlefield 4-en belül, ha már csak 200 férőhelyes egy platoon, akkor szeretném megtartani ezt az exkluzivitást, és azok az embereket tudni a klánba, akik tesznek hozzá egy kicsit. Ez a közösséges. A Battlefield 3 tehát Platoon az még nem telt meg, oda lehet csatlakozni, nyugodtan elfogadunk mindenkit, és csak utána ott is, hogyha limitált lesz az egész, akkor bizony azokat fogjuk előnyben részesíteni, akik aktívabb közösség maradnak. Nos, viszont Steamen, jó hír, ugye Steamen nincs korlátozás, lehet csatlakozni, és lehet ismerkedni, és lehet egymásra csatlakozni, és játszani, együtt játszani, stb. Fun gaming, úgyhogy, ja, erről van szó, ez a nagy bejelentés, vagy kettő nagy bejelentés, csatlakozzatok Steamen, akik pedig Battlelogon nem igazán aktívak, azoktól sajnos kénytelen vagyunk elbúcsúzni és fogadni az új tagokat, úgyhogy így áll a helyzet most, srácok. A másik, mivel ugye PC gaming közösség vagyunk, ami azért PC gaming, ezért valószínűleg azért a PS4, Xbox tagoktól is meg fogunk válni. Nem szívesen mondom ezt, mert tudom, hogy azért PC-n, PS4-en, Xbox-on játszotok. Szeretném, hogyha úgy csinálnátok, vagy úgy csinálnánk, hogy ilyen tiszteletbeli tagjai, tehát aki Xbox, PS4-en játszik, vagy Xbox One, bármin, és mondjuk BF3, BF4-ezik, ők lejenek egy ilyen tiszteletbeli tagok, TNA tagok, és szeretném, hogyha ott is képviseltek lennétek, szóval a nevetek előtt ott lenne a TNA. Viszont mivel hogy PC-sek vagyunk, így mi PC-sek egymásra tudunk csatlakozni, hogyha arról van szó, és jaj, szívfájdalmas, ha szeretnék okozni azok, hogy Xboxon játszanak ebből a szempontból, de jó lenne, hogyha tehát ott is tudnák, hogy ott vagyunk. Vagy nem is tudom, akinek van egy Xboxon TNA-s, és csinál ott egy TNA platunt, és hajlandó azt menedzselni, akkor az Xbox PS4-esek, vagy bármi, tehát ugyanez PS4, vagy ez Xbox-ra, azok összecsatlakozhatnak, és akkor ott is él egy TNA, és akkor jelen vagyunk PC-n, Xbox-on, és PS4-en is. Nos,
ezeket a megoldásokat kínálom, és hát azok, akik nem voltak aktívak, hát ez van. Nos, mindent elmondtam, azt hiszem. Igen, tehát annyira tele van a fejem most információval és mindennel, hogy tényleg muszáj, tehát rám fér most már ez a nyaralás. Beszéltem a Cold Advanced Warfare-ről, beszéltem a két musterről, beszéltem a TNA-ról, és még Isten se tudja, miről beszél. Ja igen, a Black Ops műsorokról ez elképesztő. Szerintem az nagyon jó lesz, kivételesen nagyon jó sikerült. Jelenetek, nem is a jelenetek jó sikerült, hanem az embereknek a színessége, akikkel együtt játszottam, és az egyéniséget teszi ezt az egészet egy kiváló mozivá. Tehát tényleg, igen, tehát egy kiváló mozivá teszi ezt az egészet, és ezért is lesznek nagyon jó videók, de tehát valószínűleg csak nyaralás után lesz időm, ha nem, akkor úgyis látni fogjátok mindenképpen, de ja, ezt így tervezzük egyelőre, úgyhogy mindenki van alakulva, nem hallunk ki srácok, van új műsor, aztán a kérdésekkel csak csínyen Facebookon, mert nem fogok tudni válaszolni. Javaslom, hogy ezt a videót azért nézze meg mindenki, vagyis, hát, ja, remélem végignéztétek. Most már lassan így a vége felé vagyok, és tényleg remélem, hogy végignéztétek, és egyrészt tetszett, amit hallottatok, és örülünk neki közösen, ja. Úgyhogy, ja, ennyi lett volna. Remélem semmit nem hagytam ki, a DNA linket kirakom majd a leírásban, és köszönöm a figyelmeteket, aki végighallgatta ezt az egész beszámolót, annak nagyon köszönöm, és örülök, hogy az én gondolataimat hallgatja, és az én terveimet a jövőre nézve. És ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!